Gólzáporral indult a találkozó, mindkét oldalon minden lövés utat talált a kapuba, így 10 perc után 8-6-ra vezetett a házigazda. A félidő derekán véget ért a rohanás, és a kapusok is egyre többször avatkoztak játékba. A nagy szünetre 17-13-as kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. A folytatásban ellépett ellenfelétől a házigazda, 19-13-nál úgy tűnt, hogy eldőlt a találkozó. A kispestiek azonban nem adták fel, 8 perccel a meccs vége előtt egy gólra felzárkóztak a fővárosiak. A hajrá azonban a hazaiaké volt, az utolsó 6 gólt a vendéglátók szerezték, így végül 29-22-re győzött a bennmaradásért harcoló kisvárda. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ugye szerettünk volna valóban ettől magabiztosabban nyerni, de az első fél időben valahogy a balszárnyunknak a védekezése az igen erősen kívánni valót hagyott maga után. Ezt a másik fél időre sikerült orvosolnunk, viszont jól is jöttünk ki a másik fél időre, mindjárt 6 gól lett a különbség, ott viszont olyan bosszantó egyéni hibákból hagytuk magunkra visszajönni a kispestet, aki be is lelkesedett, és végül is elég szoros közönség szórogasztató mérkőzés volt, aminek tulajdonképpen a végre egy végjáték, amit be mi jöttünk ki jól. A vendégek edzője a vereség mellett azt sajnálta, hogy csapata elrontotta a mérkőzés végét. Az, hogy 7 gól lett közte, azt én nem érzem reálisnak, mert a végjátékban azért egy kicsit úgy elbizonytalanodtunk, teljesen feleslegesen, hiszen 23-22-re hoztuk 51 néhány perc alatt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy a két csapatnak a lehetőségeit és a céljait figyelembe véve ez egy jó eredmény itt idegenben. Persze nyilván nem egy vereség, az nem lesz sohasem egy fantasztikus eredmény, de hát azért elolvasva a nyilatkozatokat, hogy 10 gól fölött kell nyerni, meg egyebeket, én azt gondolom, hogy mi ennek azért amennyire lehetett ellenálltunk. Első fél időben elég jól kézilabdáztunk, de ott olyan nyomás alá kerültünk, amit én nem értettem, teljesen feleslegesen. Második fél időben azért kijött az, hogy az egyéni képességek terén azért igen jól áll a kisvárdai keret. Gondolhatunk itt a frissen igazolt magyar játékosokra, vagy gondolhatunk itt Mária Gedroitra, aki nagyon jól szállt be a végén a mérkőzésre. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 31 ponttal, megelőzve az egyaránt 25 pontos Ferencvárost és Érdet. A 7 ponttal 13. helyen álló kisvárda szombaton Érden lép pályára.